bőr a legnagyobb szervünk, és ahhoz, hogy kellő védelmi funkcióját elvégezze, minden évszakban szükséges megfelelően ápolni. Télen csökken a fagyúmirigyek termelése és a bőr nedvesség tartalma. Dr. Bajor Klára elmondta, hogy ő személy szerint olajos tusfürdőket használ ilyenkor, és naponta többször krémezi az arcát. A probléma nem ott van, hogy sokat hallunk és sokat olvasunk róla, hanem a probléma az, hogy nem mindenki tartja be ezeket a szabályokat, amit minden nap olvasunk és minden nap hallunk. Ezért érdemes talán megkérdezni a bőrgyógyászt, és elmondani a bőrgyógyásznak a véleményét, mert hogyha csak néhány ember megfogadja, amit mi elmondunk, amit már ugyan számtalanszor olvasott, csak éppen nem csinált, most új év van, hát ha január 1-én, úgy dönt a kedves beteg, hogy most pedig megfogadja azt, amit a bőrgyógyász mondott, vagy amit olvasott, és akkor biztos, hogy jobb lesz a bőre egészen tavaszig, és nem lesz annyi problémája. A fürdési szokásokon is érdemes ilyenkor változtatni, mondta el nekünk a bőrgyógyász. A nagyon sok kádban ülés nem jó, még akkor sem, hogyha valaki csak tiszta vízbe ül be, mert maga a víz is szárít. Tehát a meleg vízbe valaki sokat ül, és egyébként is száraz a bőre, az tovább fog romlani. Ha még beletesz valami habfürdét, vagy valami hasonlót, ami még illatosított, akkor ne várja azt, hogy a bőre javulni fog, pont fordítva romlani fog. Mégis mit szoktunk javasolni? Azt szoktuk javasolni, hogy persze ilyen hidegben az ember nem tilt el senkit sem a jó kis meleg víztől, de mi azt szoktuk javasolni, hogy hetente egyszer vagy kétszer üljünk kádba, egyébként meg egy gyors zuhany. A doktornő kitért a hidegben való réteges öltözködés fontosságára is. Nagyon-nagyon fontos téli időszakban a megfelelő öltözködés rétegesen. Ez az egyik, főként amikor ilyen hideg van, mint most. A másik dolog, alul mindig pamut legyen, felnőttön, gyereken egyaránt. Föl szabad venni egy műanyag, műszálas pulóvert, kardigánt, bármit, de a testtel, ha egymód van rá, ez az alsó nemre is vonatkozik, felső nemre is vonatkozik, és az oknira is vonatkozik. Ha egymód van rá, akkor mindig tiszta pamutot vegyünk föl. A lábbal kapcsolatban arra figyeljenek, hogy a gyerek hazamegy, azonnal tegye le a sportcipőt, mert ugye még télen is sportcipőbe járnak a gyerekek, hiába gondoljuk azt, hogy fölveszik a csizmát, meg átveszik a váltócipőt, nem veszik át a váltócipőt, és a sportcipőbe maradnak. Belefüllett, beleizzad a lábuk, tehát amikor hazamennek, azonnal cipőt váltani, ez egy nagyon fontos kérdés, figyelni arra, hogy a gyereknek a lába tudjon szellőzni, és természetesen, ezt nem mondtam külön, a fürdés, zuhanyozás után jól kitörölgetni a lábujjakat, mert különben, ha ilyen nedves, nyírkos marad, fölveszi a zárt cipőt a gyerek, akkor nagyobb a gombásodás veszélye. Az arc bőre van ilyenkor a leginkább kitéve a hideg, illetve a fűtés szárító hatásának. Az arcbőr az ugyanolyan kényes, mint a testnek a többi része, talán még kényesebb, mert ugye sokkal jobban ki van téve az időjárás nehézségeinek. Tehát ha fúj a szél, ha esik a hó, ha nagyon hideg van kint, az arcbőr még rosszabb. Azt tudom tanácsolni, aki szívesen megy, ilyenkor érdemesebb télen elmenni a kozmetikushoz. Miért érdemes? Mert egyrészt nem is az, hogy kitisztítja az arcbőrt, hanem az egy picit megmasszírozza egy kis hidratáló, ápoló krémmel, bekenegeti az arcot, ami én azt gondolom, természetesen olyan gyakran, de jót tesz, és mindenképpen érdemes megpróbálni. Illetve itt ugyanaz a helyzet, mint a testnél, hogy jó minőségű hidratáló krémet kell keresni, és azzal kenni az arcot. Sminket is szabad használni, egy vékony réteg krémpúder is védi szerintem az arcot, de mindenképpen a kenés talán még sokkal fontosabb, mint nyáron, mert nyáron általában zsírosabb az arcbőr is, ilyenkor télen viszont annyira száraz, hogy én még azt is szoktam javasolni, és mondom mindig a betegeknek, hogy nem is kell megmosni minden alkalommal, de amikor érzi napközben, hogy nagyon száraz a bőre, akkor egy kis szérummal, vagy egy hidratáló, vagy valamivel kenje be, főként, hogyha nincs rajta smink. A korpás hajas fejbőrünk otthon kezelhető, viszont a szeboreás tünetekkel már szakemberhez kell fordulni. Télen nagyon gyakoriak a szeborás bőrgyulladások. Az arcon is jelentkezik, általában az oll körül két oldalt, a hajas fejbőr és a homlok határán, a szemöldök mellett. Tehát az arcon is piros foltok vannak, ezt már bőrgyógyász vagy körzeti orvosnak kell erre kenőcsöt írni, mert ezt már nem tudják uralni csak ilyen kozmetikumokkal. Viszont sokkal gyakoribb a korpássodás, a korpás probléma. A korpás hajra ugyanazt tudom elmondani, mint a krémekre meg a testápolókra. Télen érdemes gyógyszertárba bemenni, 10 fajta korpásodás gátló sampont lehet kapni, egyik jobb, mint a másik. Egy nagyon fontos dolog van, amire minden betegnek, aki ilyen panasszal jön, fölhívom a figyelmét, mégpedig az, hogy a samponokat váltogatni kell. Miért? Nagyon érdekes, de ezt a beteg maga elmondja, hogy egy hónapig használtam, olyan jó volt, utána megint nem segített. Ezért
javasoljuk, hogy a samponokat nem kell kidobni, csak félretenni. Másikat használni, az megint egy hónapig jó, vissza lehet térni az elsőre. Ma már egyszerű dolgunk van, hiszen széles a kínálat mindenféle ápoló termék tekintetében, melyen megelőzhető sokféle bőrbetegség. Fiatalkoromban nem, bevallom, hát nem is voltak ilyen dolgok, úgyhogy amikor én olyan idős voltam, mint ön, akkor ezekhez nem is fértünk hozzá, mert ilyen nem létezett, csak ilyen illatosított szappanok, meg ilyesmik voltak, még tusfürdő se volt talán. De hát most már azért érdemes odafigyelni, minél kevesebb illatosított dolgot használni. Ezek a gyógyszertárban kapható tusfürdők, testápolók, krémek, ezek rendkívül jók. A tolnai származású orvosnő szerint ne csak külsőleg, hanem belsőleg is hidratáljunk, mert így teljes a védelem, és szerinte minden korosztálynak erre fontos lenne odafigyelnie. Már 80 éves öregasszony, egy sima testápolóval. Ha gyerekektől kapok valamit, akkor azzal, de hogy milyen gyógynövényes, azt én nem tudom. Kérdésünkre, hogy mivel ápolják a bőrüket, válaszoltak a tolnai hölgyek. Fú, hát én csak szappanna meg vízzel. Veszek valami olyan krémet, amit javasolnak. Érdemes a doktornő tanácsait megfogadni és alkalmazni, a fényvédő krémeket pedig március elejétől ráérünk használni idehaza.